vezesse föl, kérem szépen. Nagyon kedves Zoltán, köszönöm szépen. Sziasztok, Szántó Péter vagyok. Üdvözöllek titeket egy villámkérdésekben, és mellettem, aki itt van, nem más, mint Gangsta Döglégy Zoli. Én vagyok az. Így integet, ő is tudja magáról. Kávé. Most vagyunk kaja után. Hogyha még nem találkoztunk volna, még annyit kell tudnotok, hogy ezek fix kérdések, viszont még átütő válaszok. És ha már így beintegettél, szerintem nem is tudom, hogy hogy kéne téged bemutatni. Tehát ezt mondtad, hogy egy legális bűnöző igen, vagy. Talán kékfénybe tudtak volna beszélni. Hogyha jobban érdekel titeket a háttere Zolinak, akkor a kékfénybe megnézhetitek. Igen. Hozzám bűnlajstrom. És az eddig eltöltött, hát nem volt hál' Istennek büntetés. Azt már sok helyen elmondtad, hogy a szüleiddel nagyon jó volt a viszonyod, teljesen más fazonok, mint te vagy mind a kettők, de van olyan tanácsod gyerekkorodból, ami mai napig végig kísér? Amit ők adtak nekem? Hát apukám talán ezt nem mondta, de sugallta a viselkedésével, hogy kisfiam, rengeteget kell inni, és nagyon sok csajt kell magadévá tenni. Nagyon fontos. Ezt mondta, ezt a viselkedésével sugallta nekem. És ezt azt mondta, hogy ez nagyon fontos, és jó tanács volt. Bár most már nem csajozom, van egy csodálatos, tényleg, van egy olyan szerelmem van, hogy megőrülsz. Posztoltad is valamikor, Mórikám. Most egy kutattam utána. Volt egy lány, aki a feleségem után picit elvette az eszemet. Ott, utána sokáig szenvedős is voltam, tehát az hozzám nem illően szenvedtem. De felvállalom, ember vagyok én is, vannak érzéseim. És akkor utána kínomba lőttem egy elég nagy számú mester, nem tudom hányast. Ami keresgéltem, hogy ki legyen az utódja. Volt szám a végén? Meglett. Volt szám, nem mondok. És meglett, képzeld el, és azóta én teljesen jó mióta tanuló vagyok. Ez a mostani drága kis szerelmemmel? Nórikámmal, kérlek szépen, most már több mint másfél éve. Tudod, ővel egy forgatáson találkoztam, valami Amerika 3 című filmet forgattuk, és ő ott dolgozott a stábba, és ott megismerkedtünk, aztán így nagy nehezen kialakult ez a dolog. Először tényleg úgy indult, hogy ez egy kis kósza. Valami, és lett belőle egy nagyon nagy, elég komoly szerelem, én azt gondolom. És nagyon örülök neki. Szülők kicsit nehezen fogadnak el, anyuka az már nagyon jól elfogad, apuka nem csodálom, hát majdnem ennyi idős vagyok, mint ők, sőt anyukával szerintem egy idős vagyok pont. Ez nehéz azért feldolgozni. Gondolom én is így néznék, hogyha az Ozikám hazahozna egy annyi idős palit, mint én. Hogy biztos jó ez? Csak kérdezem, hogy jó ez a válasz? Tehát, de ha ő azt mondaná, hogy ez jó. Szóval én azt gondolom, hogy ha az emberek van egy gyereke, és nekem ugye a kislányom hát az a mindenem, az Ozikám, ha ő jól érzi magát valakivel, vagy valamiben, akkor én azt nem elvenni akarom tőle, akkor meg kell segíteni úgy, hogy neki az a legjobb. Mindenben a legjobb legyen. És innen jön, van az egyik kérdés, hogy van-e olyan dolog, amiben az elmúlt években megváltozott a véleményed? Igen. Pont emiatt, amit az előbb mondtam. Lehet, hogy nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség tényleg. Mert én mindig a mennyiséget tartottam nagyon fontosnak, a minőséggel együtt, de néha a minőség rovására. Számjegyet mondd el nekem. 3 vagy 4-es számjegy van? Lányok? Hát remélem, hogy lányokról beszélünk, vagy nem ítélkezem. Rengeteg barátomban, de hál' Istennek egyikkel sem sikült semmi sem bonyolódni, mint a David Bowie meg a Mick Jagger. Amikor egy ilyen számot mondok, akkor mindig az én drága mostani szerelmem az teljesen ki van. Nem akarom hallani, nem akarom. Akkor most ne nézze, hogyha ezt nézze. Sok nullás, igen. De nem mind olyan, amire gondolsz. Van olyan csak egy kósza, egy szicit, és már ér. Volt egy ilyen szabály a szekcióban, hogy mennyiért? 5 húzás az már ér? 5 húzás, akkor az egynek számít? Jó, oké. Okay. Ha találkoznál most a 20 éves önmagaddal, mit tanácsolnál neki? Tudod, mit mondanék neki? Öreg, nagyon jó úton jársz. Olyan lesz, beszarsz. Olyan készülj föl, olyan lesz, megőrülsz. Nagyon jó. Örülne neki? Örülne neki. Örülne neki, és hogyha meglátna ő... Meglátna, igen. Ha 20 éves magam meglátna most, hogy na 52, így fogsz én... Köszönöm. De jó. Ez elfogad. Akkor ez mehet csapat. Ez az, pater, nagy vagyok. Ugorjunk 10 évet, akkor már 30 voltál, ott találkoznátok, megint csak így tovább, vagy valamit vagy, azért nem. Én azt gondolom, hogy volt egyszer-kétszer, amikor azt éreztem, hogy na ezt ki kéne kerülni, ez hogyha még egyszer neki futhatnék, akkor ezt kihagynám, vagy ezt máshogy csinálnám. De így most belegondolom, nem. Ez minden így, figyelj, minden úgy van jól, ahogy van. Tehát nincs akármennyire baromság ez, de... Nem, igen, egy ilyen közhelynek hangzik, hogy nincsenek véletlenek, minden úgy van jól, ahogy van. De igaz. Tényleg igaz. Tehát úgy lettem az, aki vagyok, és én helyjel közel azért jól nézem magam bőrömbe, amikor éppen nem vagyok kirúgva.
Igen. Most voltak az is, nagyon nehéz mellettem megmaradni, ez tény és való. Tehát az, hogy van, ami jól működik, ezt most hagyjuk, de van, ami meg hát nem annyira tényleg az élet dolgaival. Tehát én olyan fajta autista vagyok, az az érintett autista, aki zene, szövegírás, sport, atletikó összeállítás, tehát ezeket minden, tudsz, mindent, minden. És semmi ki más. Ki kell menni az utcára, és kezdem nyomni egy csekket, na ezeket be kéne fizetni. Ez mi? Hol forduljak be? Igen. Tehát, ismerős érzés, és ugyanez. Ezt azért a hölgyek hát nehezen viselik. Ezt kinek érzed magadban? Én nem, csak hogyha ez annyira zavar valakit, akit én nagyon szeretek, akkor sajnálom. Tehát, hogy szomorú. Én nem tudom ezt jobban csinálni, érted? De nehéz. De volt nehéz, bármi, amit cikinek éreztél magadban, és meg valahogy változtattál rajta? Cikinek éreztem magamba? Ez is olyan, hogy pillanatokra úgy éreztem, hogy rohadnék meg, ezt nagyon rosszul csináltam, ez nagyon béna út. És utólag azt mondom, nem, én bele tudok nézni a tükörbe, és azt mondom, öreg, szerintem ilyen jól vagy. Csináltad, jól csináltad, jól csinálod. Figyelj, nem véletlenül értem el azt, amit elértem, és ez most nem nagy képűség. Lehet, hogy mert a Majka, például a Peti, ő nagyon ügyesen csinálja azt, hogy a lóvét, azt ő jól kezeli. Hát ő nagyon jó üzletember is, amellett, hogy egy tehetséges srác a zenében. De te egyáltalán nem foglalkozol. Én nagyon tehetséges srác, ha lehet ezt mondani, nagyon tehetséges bácsi vagyok a zenében, de nem kezem jól. Tehát én mind bolond a lisztet. És ez butaság. Tehát én egyszer de ezt nem már megváltoztatod az, mostanában azért úgy, hogy van egy dányod. Nem? Az a baj, hogy ez nagyon nehezen változik. Változtatnom kéne ezen, mert azért nem minden tejfel és nem tart örökké a kánoán. Tehát gondolik, de nem tudok. Tehát az a baj, hogy ez nagyon nehezen működik nálam, hogy egyszerűen nem tudom beosztani. Tehát én mind a kutya tényleg megkapja, ha megkapom a vacsorámat ilyen pupostányért, mind megeszem. Nem az, hogy beosztom, lesz hónap is, utána is vannak, utána is. Hanem akkor egy az jöjjön, ahogy most kajáltál. Mennyi, kaptam ennyit, uáh, fújj! És másnap. Volt valaha befektetés? És már semmi. Máni, te basz, most kerestél 500 000 milliót. Hol van? Nem tudom. Semmi könyv, vagy valami könyvet, hogy vezetni, hogy mire köt. Nem. Adják kölcsön. De közben meg elég durva lexikális tudásod van. Igen, szóval más az, hogy más az élethez való, ugye streetwise ez az életbölcsesség, és más az, hogy tudok dolgokat, mert nem rossz az agyam, tehát például könnyen tanulok nyelveket. Hát én beszélek angolul, spanyolul, és hogyha egy picit hallgatom, például olaszul is sokat megértek a spanyol miatt, kicsit hallgatom, például Németországba kimentem, és egyszer így tanulgattam németül, de csak nagyon picit. És aztán abba hagytam, és nem is beszélek németül, azt hittem. Kimentünk Németországba, volt egy filmforgatás még évekkel ezelőtt, és Németországba volt kint, és így egyedül kóvályogok ott valami német faluba, és így mondta, megpróbálom megkérdezni, hogy hol van ez és ez, meretalom ezt és ezt, mert ezt és ezt szeretném csinálni. Oda ment egy emberhez, és nem tudom, hogy fogom elkezdeni, és így magától elkezdett jönni, és így megkérdezte, amit akartam németül, majd válaszolt a csávó, és megértettem, és megtudtam. És oda mentél, ahova kell, tehát nem valami stripklubba tököltél ki. Lehet, hogy németül is tudok, ezt én nem is tudtam. Úgyhogy könnyen tanulok nyelveket. A lexikális tudásom valóban, mert olyan fényképmemóriám van, például a szöveget úgy tanulok, hogy van a Nostradamus című előadás, ahol fellépek egy színházi előadás, az Experience társulatnak az előadása. Én vagyok Nostradamus, bármilyen furcsa is. És ott be kellett nyolni egy 40 oldal monológot 3 hét alatt. És azt én az első hét alatt tiltakoztam. Tehát már egy hetet elveszegettem arra, hogy vitatkoztam, hogy nehogy már ezt meg kell tanulni. Jó lenne elkezdeni, mert már csak 2 hét van. Jó, és benyaltam. Tehát az, hogy így végolvasom, és nagyjából az oldalak így megvannak a fejembe, akkor vagyok bajban, átírják. Mert én az eredeti emlékszem. Az eredeti tudod. Tehát elég jó, és a kislányom örökölt ezt, nagyon király, hogy mit tudom, múltkor kérdeztem, hogy te hanyas frekvencia van a retro rádió? És mondja, 103 plusz előtt. Ez honnan tudod? Hát múltkor ránéztem. És így megjegyezte. És megjegyezte. Úgyhogy nagyon-nagyon király. Könyvekről. Van olyan könyv, amit sokat ajándékozol? Ilyen nem volt. Én nagyon szeretem a könyveket, és bármilyen hihetetlen is, mondjuk ezek után már nem biztos, hogy hihetetlen, hogy szeretek olvasni, csak nem mindig van időm rá, de én nagyon szeretem, például Irvin Shaw-nak az Oroszlán kölykök egyik nagyon nagy kedvencem, akkor
akkor kérlek szépen, mi van még, amit nagyon szeretek? Mester és Margarita Bulgakov, óriási könyv, óriási. Én nagyon szeretem a Harry Pottereket, mind a hetet olvastam. Komolyan mondom, felnőtt fejjel végigolvastam mind a hét Harry Pottert. Úgyhogy minden evő vagyok könyvekbe. De ilyen, tehát az, hogy én ajándékoztam valamit, a saját könyvemet ajándékoztam, mert abból kaptam egy csomó repi példát. És akkor azt lehetett De az tényleg, az, jól sikerült, a Döglégy a világ körülről beszélek, mert van egy Kártel könyv is. De ez az, az nem csak teljesen. De a Döglégy a világ körülről az én művem. A Fencsik Tamás barátommal írtuk ketten, tehát én így tolbamondós voltam, ugyanezen a helyen ültünk egyébként, pont ugyanennyi az asztalnál, és mondtam tolba, ő meg így kicsit rendezgette, mert ő az így értette ahhoz, hogy hogy kell ezt könyvé tenni, de azt mintha én mesélném mint el. Mesél, de nagyon jó. Gondolatokról. Van olyan, amit látsz a világban, mondjuk tanácsolják emberek, és szerinted egy oltári nagy baromság? Pénz nem boldogít, ki vagyok tőle. Majd az idő segít, rohadjál meg. Ezt tudták, legjobb utálom, amikor valami nagyon rossz, nagyon fáj valami. Nem tudok más mondani, majd az idő segít. De ez nem egy klisé? Hát ez az. Majd az de idő segít. De megtörténik, csak nem az idő miatt. Igen, de más miatt történik meg. Tehát nem az idő segít. Az idő nem segít. Ez olyan, mint a Lokomotív LGT-ben Presser Pici mondta, hogy a zene segít mindenkin. És utána egy számában meg is írta, azt mondtam, a zene segít, de nem segít. De és igaza van, mit segítene a zene? Érted? Elrákosodott az étszed, azért, mert meghallgasz két számot, nem fogsz meggyógyulni. Érted? Megfordítom, amiben te hiszel, tudod, hogy úgy van, de nem tudod bizonyítani. Hú, jobb, ha elmondtad volna, hogy föl tudtam volna készíteni, most írtanak, hogy annyi ilyen baromságom van. Mert főleg baromságúval hiszek. Tudod, mi a legfontosabb? Hogy úgy élj, mint a ez is egy klisé, hogy mint a minden nap az utolsó lenne, úgy kell élni, de nem azért, mert a halálra készülsz, hülyeség, hanem azért, mert annyi, tehát nem mindegy, hogy mit érezd jó magad, azért tett ide a Jóisten minket a földre, hogy jó szórakozz. Mert mindig csak a szórakozás érdekel téged, meg a mulatság. Bassza meg, hát az, érted? Nem az a lényeg, vidáman, kacagás, mulatság, jó érezzük magunkat. Ki miben érzi jó magát? Kinek mi a jó szórakozás? Azt csinálja, ne hallgasson másra, mindig a saját fejed után menjél. Légy hű önmagadhoz. Aztán van is egy önmondás, ugye? Van ez egy mondjuk, vagy bármi más, hogy egy idézet, ami mentén éled az életed? Az élet olyan, mint a füst. Ma itt vágnak fejbe, holnap ott. Ezt nem is hallott. Rejtő Jenő. Tehát az ennyire műveltem, és meg ennyire művelt. Dehogy is. Ez nem műveltség. Figyelj, gyerekkoromban rengeteg Rejtő Jenőt olvastam. Ő nagyon nagy figura. Az egy nagyon nagy figura volt, hogy ő is egy olyan ember volt, amiből nagyon sok van, hogy például a mi rajongóink között nagyon sok olyan ember van, mint amilyen Rejtő Jenő volt. Van egy ideálod az életről, meg hogy milyen ember szeretnél lenni, és azt egy kávéház csücsökbe éled meg. Írod le, igen, leírod, te milyen akarsz, nem olyan vagy, mint a most, amikor odajönök hozzám a koncert, és nagyon szeretem őket. Öltöny nyakkendő látszik, ügyvédként dolgozik, vagy teszem azt egy irodába, és odajön, és bumba fejbe, ez az. De ő nem mondhatja hangosan, de egy nagyon érzi, amit mi csinálunk. 97-ben is abba irigyel, hogy én ezt megtehetem. És ez egy rengeteg, és ezt nem lehet pénzzel megvenni. Szerintem az élmény, az többet számít a pénz. Ezért mondom az utazásra is. Én nagyon szeretek utazni, felfedezni új helyeket, elmenni Dél-Amerika. Dél-Amerika az nekem az a világ közepe. Hú, de jó hely. És elmenni oda, de nagyon sokba kerül, pénzszórás. Ezt nem vetik el tőled. Az egy olyan élmény, ami életed végéig elkísér és megmarad, szerintem. Szenvedély. Mi az, amire te azt mondod, hogy én most baromi izgalomban jövök tőle, és nyilván lehet mondani, hogy a csajok, minden, hát ugye van is pár ilyen számotok, amiről, de 52 évesen most mit mondasz? Mi az, amitől izgalomban jössz? Mitől izgalomban jövök? Hát figyelj, nyilvánvalóan, most ez egy másik dolog, nem feltétlenül az izgalom, akit a legjobban szeretek, az a kislányom, meg a Nórám, az én kis csajom, a kis szerelmem, akiről beszéltem. Vagy esténként, amikor nem azon zsavarokkal. PlayStation 4, játszok az Atletico Madriddal. Hát mi már, tessék, megint. És szénéveled a Real Madridot. Fú, de jó. És arra is rájöttem, hogy azt hiszem, hogy a Ronaldot hogy utálom. Nem a Ronaldot, már nem is haragszom rá, hogy a Juve-ba játszik. A Ronaldot nem a Ronaldot utálom, a Real Madridot. A Real. Most a Modricot utálom nagyon. Van valamit furcsász magadban? Furcsák magamban? Azt, hogy nem tudok a koromnak megfelelően viselkedni, de ennek örülök is. Úgy furcsa, hogy tudod, hogy ez így van, de amúgy nagyon örülsz ennek. Igen, úgy furcsa, igen. Tudom, hogy így van, hogy
egy idióta hülye gyerek maradtam. Itt valahogy az attitűd az olyan, hogy például a kislányomnak az osztálytársai, van két nagyon rossz gyerek, a Milán meg a Ricsi. És főleg a Milán, az nekem akkora cimbora, nyilván rossz gyerekek találnak meg maguknak egyből, hát tudod, a zsáka foltját. És állandóan büntetésre volt, és mindig megyek, büntetésre vagy meg én? Na, úgy de büszke vagyok rá, öcsém, ez király vagy. Miért? Csúnyán beszéltem. Ez az, így tovább, csak így tovább. Azért egy jól szituált család, minden, és te el is mondtad magad, hogy le kellett züllened kvázi. Hogy jött ez neked? Le kellett mennem a saját szintemre. Tehát, érezted, hogy valahogy fent akarnak mindig tartani? Mindig azt éreztem, hogy én nem fölfelé szeretek, én jobban el vagyok a melósokkal, a rakodó munkásokkal. Volt olyan, hogy elvitték a kocsiját, autótól, tehát ellopták a, ezért ellopták a, volt egy plimutja, az akkor nagyon menő volt, egy sportkocsi. Ellopták, majd visszatették a ház elé, kis cetlivel, művészkém elnézést, nem tudtuk, hogy a tiéd, bocsász, visszahoztuk. Szóval ez az, hogy amikor a csibészekkel is jobban vagy, ez olyan jó érzés, jó dolog, és nekem így egy csomó mondják, ilyen nagy, ilyen nehéz fiúk is, hogy mi bírunk téged nagyon, te minket képviselsz ott a ezek között, a nagymenők között minket képviselsz, és ez nagyon jó. És ez jó. Ugye a Diego Maradona például olyan volt, amikor hívták a nagy klubok, mikor Európa beigazolt Olaszországba, hogy az Inter, a Milán, a Juventus, hogy oda menjen. A kis déli szegény Napoli, sose volt bajnok, csórok is romák, oda megyek, én azokból csinálok bajnokot, mert ő azokhoz húz, és ebben nagyon rokon lélek, tehát én nagyon szeretem, a népfia, a népgyereke, Diego, a Diego de la Gente, úgy hívják én, a nép Diego-ja. Én meg vagyok a nép Zolia, remélem. Mik voltak azok a döntési pontjaid, ami által Gangsta Zolivá váltál? Az nagyon egyszerű volt, megláttam a Gangsta Riddet egy tetováló újságban, aki a Buja Tribe-nak az énekese volt, nemrég meghalt sajnos. Gangsta Rid, és néztem, ez jó név lesz a repzenekaromnak, Gangsta. És föl volt tetovább hasára, én is föltetováltattam, tehát ez egy ilyen döntés volt. Az, hogy a rappet hogy választottam, az is egy érdekes, az a Miksával voltunk két nőnemű barátunknál fönt, egy görbe este után, és MTV-t néztünk, és megjelent LL Cool J, aki akkor a MTV Unplugged-ba nyomta el a Mama Said Knock You Out című számát élőzenekarral. Akusztikus gitáros, ilyen hosszú, jó indián gitárossal, kigyúrva mindenki. És aki nézte, én ilyen zenét akarok csinálni. És akkor így megvilágosodtam, mire. Úgyhogy ezek ilyen egyszerű döntések. Én mindig ilyen hirtelen döntöttem. Tehát ahogy a lányom ugyanezt előrökölte, aerobikozott 5 éven keresztül, tök jó eredményeket ért el, majd egyszer csak azt mondta, hogy apa, én meguntam az aerobikot, láttam a 100 szemesét, hogy megnyerte az olimpiát, én vívni akarok, párbajtőrözni. Biztos ez? Igen. Igen. És bármi olyan fontosabb döntésed, de már így felnőtt korodra, vagy... Nekem a fontos döntéseimet is úgy hozom, mint hogyha azt dönteném el, hogy piros cipőt vegyek, vagy kéket. Tehát... Igen. Oké. Következő. Óriás plakát, bárhova rakhatnád, bármit írhatnál rá. Hova raknád, és mit írnál rá? Ha ezt egy pár héttel ezelőtt kérdezted volna meg, akkor azt raktam volna, hogy Nóri, ne szarakodjál már velem, Nóri, gyere vissza. És oda a háza elé kiraktam volna. De már hál' Istennek már. Vissza. Most már ezt nem kell, úgyhogy ha nem ezt, akkor... Úgyhogy akkor azt írnám fel, hogy csak az atleti, mocskos rámad itt. Szeretlek benneteket. Legyen mindenki olyan, ahogy jól érzi magát. Ez a legfontosabb. Van kedvenc kudarcod, ami akkor rohadt szar volt, fájt abban a pillanatban, de most így visszagondolva azt mondtad, hogy igen, ez kellett, hiszen ezáltal vagy az a Veszprémét nem mondom, amikor nem tudtam végigmondani 5 számot sem, mert annyira szétcsináltam magam, tehát azt nem mondom kedvenc kudarcomnak, de mondjuk az is egy olyan volt, hogy azt megtanította velem, hogy ilyet nem csinálok. Tehát, hogy hál' Istennek azóta nem nagyon volt ilyen, sőt, az utóbbi időben minden bulin teljes patentságban, és meg is dicsértek a többiek, mert ugyan én vagyok a főnök, de azért sokszor kaptam, hogy menjünk az anyád vagy, milyen főnök vagy, te rottyolod le magad a legjobban, ezt nem lehet így csinálni. És amit megtanultam, hogy valóban fellépni úgy nem lehet, hogy olyan állapotban legyél, hogy nem tudjál semmit magadról. Utána ugyanúgy megy a mulatság, de arra vigyázunk, hogy amikor meló van, az legyen elvégezve. Az jó, hogyha az embernek olyan híre van, hogyha munka van, akár legyen az filmforgatás, tévés meló, koncert, azt elvégzi. A Zoli azt elvégzi, de hát a Zoli egy állat, egy piás, meg mindenes, meg de a melót azt elvégzi.
Hát engem megfizetek. Van ez az alázat benned a mások, vagy a munka, a szakma iránt? Igen, ezt igen, miből jön? Igen, azért értékeltem ezt át magamban, hogy de, mert régen az egy tök menő volt, hogy elbasszuk a bulit, oda megyünk hullarészek, és akkor még menő volt, hogy 20-valány évesen, igen, hogy de nézzük, hogy annyira széje van a gesset, tudják mondani, de ez menő. De ugye ezt megcsinálod 50 évesen, akkor azt mondják, hogy szánalmas vérember, hagyjad meg, hülye alkoholista vénbarom. Mert ennyit nem tud megcsinálni fölé, úgy decik, szánalmas. 20 évesen ez menő, 50 évesen az szánalmas. 50 évesen az a menő, hogyha fölmész, kipattintva, így végnyomod a bulit, végugrád, ú, az a nagyfater odavág, oda néz. Utána levész, és szétrottyolod magad, mikor már mindegy. Az ugyanúgy megy. Mindegy, érted. Eljutok egyet a kamerán, és jó. Kb. 4 kérdés van még, csak fél óra után megáll. Jó, csak mert azért 10 perc múlva indulom kéne. Szerintem 10 perc alatt meg vagyunk. Jó. Szoktál e-mailezni? Nagyon jó, időszerű a kérdés. Elromlott a telefonom, az egyik fesztiválon beleltettem egy zsák trutyiba. Hát nem voltam jól már a végén. Igen, és kicsúszott, annyira csúszik a kezem, kicsúszott a kezemből, és kérlek szépen... De hogy mondjuk, tehát van valami trükk? Nincs e-mail címem, hogy... jelen pillanatban. Tehát nincs. Annyira nem e-mailezek, hogy nincs e-mail cím. Ez a trükk, nem szabad tudni legyen. Mondják, hogy küldj egy e-mailt, hát nekem ne nagyon. A menedzsernek. Óriási, nagyon nagy. Óriási. Ezt most például, amit mondtam, hogy megkeresett egy lengyel cég, ugye, akik kosárlabda mezeket forgalmaznak. Azért kereste a telefonszámodat, mert nem volt e-mail. Igen. Kosárlabda mezeket szeretnének nekünk adni, a Michelin NES cég, és tök fajnak, mert megkerestek a Lengyelországba, és kérte az e-mail címet. Mondta, az ember így nem hitt a fülének, hogy egy rockstárnak, vagy rapstárnak nincs e-mail, tehát nem lehet. 2018-ban nincs, tehát nincs. Mondom, a csajom, és akkor az én drágámnak, akiről beszéltem, hogy az ő szerelme, ő neki megadtam az e-mail címet, és ő küldte át, hogy most küldted neked Lengyelországba. Köszönöm. Közvetve el lehet érni. Hogy néz ki a napod első 30-60 perce? Van bármi rutinod? Hogy... Ja, első 30 perc az szentsége, hogyha én vagyok aznap a iskolában vívős, mert a gyermek nálam alszik háromszor egy héten, és akkor abból ugye hétfőn, szerdán és pénteken úgy néz ki, hogy én viszem a suliba. Kedden, csütörtökön alvós napom van, akkor egyelőtt nem lehet zavarni, mert addig alszom. Viszont a hétfő, a szerda, a péntek az úgy néz ki, hogy fél hétkor kelés, hogy rohadjak meg. Egyszer kijártam az iskolát, és még egyszer ki kell. És kérlek szépen, akkor az első 30 perc szentségelés, örjöngés, mérgelődés, hogy mi az anyámért kell nekem felkelni, felnőtt fejjel, mikor direkt olyan állást választottam, hogy ne kelljen bemenni a rohadgyárba, vagy az irodába felkelni, de nekem akkor is felkelni, mi az édes anyámért kell felkelni. Ezzel telik az első 30 perc. Óriási. Ha minden a rendelkezésedre állna, Zoli, bármilyen erőforrás, ami csak kell, mihez kezdenél? Elfoglalnám a világot. Te lennél, ki az a Austin Powers-ben, a Mini-Me mellett, a csávó? Valami gonosz, tudod, a kopasz csávó. Tudom, Genya? Doktor Genya. Doktor Genya. Te lennél a doktor. Nem, vagy doktor senkiházi. Igen, tehát elfoglalnám a világot, és kitenném a táblát, hogy diszkó, és belépőt szedni. Ez így zsigerből jött, vagy ezen azért gondolkodtál? Nem, ez zsigerből. Nem szeretem nagyon a Real Madridot. Nem, ez szerintem nem tűnt ki. Nem tűnt fel egy percig se. Atlético de Madrid. Köszi szépen, Zoli. Nagyon jó volt. Nektek is köszi, hogy néztetek. Ha most találkoztunk el... Ma jó kitiltanak innen is, mert egyszer a Sport1-ből kilettem tiltva, megtapostam a Real Madrid meszt, és azt mondták, hogy ez a büdös bunkó Puskás Öcsi bácsi csapatát megalázta. Egy rohadék, ez nem is ember. Fú, olyanokat kaptam, mondta a Máté Pali, mutatta, hogy Zoli, nézzek, milyen e-maileket kaptunk. Úgy anyázok az emberek, nem írhatunk meg két hónapig, ki voltam tiltva, és bocsánatot kellett kérnem, úgy kértem bocsánatot, bementem. Atlétikus sállal bekötött, mint egy huligán. Bekötött az Atlétikus sállal. Atlétikus sállal bementem. Elnézést kérek a rászurkolóktól. Természetesen egy nagy csapatról van szó.